2020-ban mi szomorúsággal fogadtuk a hírt, hogy Janusz Vojcsik Székesfehérvár díszpolgára Fejér megye az Opolei régióval fenntartott testvérvárosi és partneri kapcsolataiért, azok fejlődéséért is hosszú évek óta rendkívül sokat fáradozó költőbarátunk elhunyt. Most halálának közelgő évfordulója előtt a Vörösmarty Társaság dísztermében a barát és költőtárs Bobori Zoltán és Andrzej Straszewski, a klub Polónia elnöke emlékezett a legendára. Janusz Vojcsik halála számomra nagyon nagy veszteség volt, és nagyon nagy fájdalom arra gondolni, hogy ez a fiatal ember már nem áll ennek a barátságnak az élére, mert azt kell mondanom, hogy élharcosa volt ennek a magyar-lengyel barátságnak, és természetesen a Vörösmarty Társasággal fönnálló irodalmi barátságnak. Egy rendkívül agilis, rendkívül lelkes irodalomszervező, kiváló költő, és külön ki kell emelni azt, hogy nagyon szerette a magyarokat. És a borcalattal álló kisdedek megőszültek. A hóhérok gépiesen szentfelelőn végeztek az újabb szállítmányban, szörnyű gyakorlatuk volt ebben. Janusz Vojcsikban nem csak az aktív költőt és kulturális animátort ismerhettük meg, hanem a lengyel-magyar barátság népszerűsítőjét is, aki példa és példakép volt arra, miként lehet megteremteni és megőrizni a múltat a mának. Beszéljük ez a magyar-lengyel kapcsolatokról. Ő volt ez a motorja minden. Én sokszor Bobori Zoltánnal, és nem csak Bobori Zoltánnal voltunk ott Bzsek nevű városban, akkor ott minden évben rendeztek lengyel nyelvű költők ilyen találkozás, amit ott nem lengyelek, nem csak Lengyelországból jöttek, csak környező országokból, és mindig külön magyarok is megkapták ez a meghívó, megtiszteltek bennünket. A bensőséges hangulatú megemlékezésen a résztvevők megerősödhettek hitükben, hogy Janusz Vojcsik emberi barátsága is táplálta a két nép irodalmak közötti barátságot, és mindkettő örök időkre szól.